Sziasztok, Márton a Retroboy, és itt van mellettem még... Tamás, hello. Igen, visszatért úr, és akkor hát arra gondoltunk, hogy játszanánk a Postal 2-vel, miközben beszélgetnék egy-két filmre, meg egy-két dologról így. Mert már úgyis régen haltátok Tamás, szóval így kezdjön bele, oké. Közepesnél feletti fokozatát agresszív, és akkor játszunk Postal 2-vel. Atya úristen, ez durva lesz. Na Tamás, van valami témád? Nem tudom. Neked. Igazából csak egy-két film, semmi extra igazából, meg hogy a játék az kurva szarul megy. Igen, most így lazább hangulatomban vagyok, és a játékban be tudnám állítani a fóvot, csak abban elfelejtettem a kommandot, szóval így a kamera közelében lesz közvetlenül a fegyvereknek a modelljei, ezért rendes kell, hogy valaki zavarna. Hát igen, filmekről volt szó. Kettő DC animációs filmről volt szó, egy Marvel animációs filmről, illetve még két Pókember filmről. Igazából három Pókember filmről van még szó, és úgy körülbelül ennyi. Hajrá, kezdjél vele. Hát jó, van, akkor kezdjünk is akkor az elsővel. Amúgy a játék a hétfő van, és ja, na, nem is beszélj sokkal a Postal 2-ről, szerintem ezt a játékot mindenki ismeri. Tehát akkor Justice League Dark. Nem tudok erről a filmről sok mindent mondani. Csak azt, hogy a kutya csak úgy rántámad. Hát, hallod? Megy már innen, lepisírlek, érted? Ja. Igen. Na szóval... Szállj már arról, ami filmről akarok beszélni, jól van? Hallod, ezt pillanat olyan fogja jutni, mert rántámadás zajlik benne. Tehát akkor miről is van szó? Tehát akkor Justice League Dark. A műfaját tekintve ez egy, hogy is mondjam el, egy ilyen fantasy, krimi, enyhén horror animációs film. Nem tudok sokat róla mondani. Jól néz ki, jók a karakterek benne, jó a humor is benne. Igazából a filmben az a lenne a poén, hogy minden karakter, tehát Konstantin, Etrigan, meg Zatanna, meg még sajnálom kicsodák, mind igazából ilyen varázsével rendelkeznek, akár ő is. És meg Bocsárlén. Ja, hát igen, Swamp Thing. Felix Faust. One side. És még ki? Nem jut eszembe, van a főgonosz, meg az a Richard nevű karakter. Na igen. Tehát igazából aztán van Bruce Wayne, aki csak így a Batman, és így Batman ruhában tevékenykedik, és körülbelül ennyi az egész karaktere az egész cselekményben. Arról szó igazából, hogy az egész az elvég a paranás jelenségek, és... Világos. Még az egész világot, és hát arról van szó, hogy kikedelni mi a franc zajlik itt, mindenki lát démonokat, mindenki az embereket rossznak hiszi, úgy gondolják, hogy természetfeletti lények, aki rosszat akarnak lényegében. És hát igazán elkezdőleg nyomozni ezek a démoni témában jártasabb emberek, és belekényszeríti Bruce Wayne-t is, mert hát kell a támogatás is lényegében. Igazából nem tudom, hogy te mire emlékszel belőle, úgy volt, hogy a Liga. Tudom. Hatásra jutotta. Ugye Deadman volt az, aki írt ilyen jeleket Bruce Wayne-nek, hogy keresse meg John Constantine. Úgyhogy Batman felkereste Zatannát, aki elvezette John Constantinehoz, és ezáltal a Jason Blood per Etrigan-hoz, aki nekem egyik kedvenc karakterem. Nem tudom, miért annyira badass. És ugye megkevérem Batman, nem annyi a karaktere, hogy csak úgy ott van, mert tényleg ahhoz képest, hogy egy ember és kütyűi vannak, that's a csapat egyik leghasznosabb tagja. És ezt teszi őt beleszni, és egyszerre poénna. Szóval igen, ez a film egyébként ilyen dark fantasy akar lenni, hogy mindenféle démonokkal, vagy egyéb más komolyabb témákkal foglalkozik, ha szabad így fogalmaznom. A gondtán azt, hogy számomra ez a történet nem tud annyira megfogni igazából. Nem volt annyira érdekes számomra egyszerűen, nem tudott annyira foglalkoztatni engemet. Nem tudom, nekem a skifi mindig is közelebb állt a személyiségemhez, és ez a fantasy eléggé furcsa megközelítés volt. Etrigant lefelé az animációs sorozatnak a folytatásában New Batman Adventures-ben láttam. Így némi ismeretem volt iránta, viszont azt elismerem, hogy itt a filmben Etrigant karakterét, illetve a Bloodot, szerintem jobban tudták reprezentálni, szerintem. Annyi a gondom igazából történettel, hogy nagy fordulatok nincsenek benne, és nem volt rossz film, nem volt egy olyan megszokott igazából, mert ez ugyan nem vagyok oda ezért a fantasyért, de ez a dark fantasy teljesen új volt számomra, így a Batman szemszögével együtt. Igazából ő volt maga Batman így a néző és a szabad így fogalmaznom, mert
neki is úgy volt ez, meg nekem is, és hát így tudtam vele szimpatizálni, úgy, mint általában többször is. Csak hát annyira kihasonlóan nem nehezem, de elismerem, hogy egyszer jó volt látni. Tényleg, van benne potenciál, csak hát annyi, hogy igazából ez a film nem az én stílusom. Hát adom neki összességben ilyen 70%-ot, de elhiszem, hogy jó volt, többet is érdemel. Én így ezt a filmet látva annyira sajnálom, hogy a Warner annyira egy töketlen balfasz, hogy abba hagyta a DC univerzumát és konkrétan szétgyilkolta, mert Ben Affleck Batman-je nagyon be lesz, és az ő karakterével van Guillermo del Toro rendezésében, ugye pletykált a 2020-ra egy Justice League filmet, és az ő vizuális technikájával, plusz Ben Affleck Batman-jével annyira megmutatja a filmet, úgyhogy de így nekem tetszett. Jó, rendben van, akkor mi a másik film is? Hát Igazság ligája, Kétföldi válság. Igazából annyi az egésznek a története, hogy járunk egy alternatív valóságban, egy alternatív univerzumban, és hát van Lex Luthor, meg a pozitív Joker, valamit éppen tevékenykednek, csak közben jön a gonosz Igazság ligája, akikkel úgy nevezik két állítólag az igazság urai, és hát az a helyzet, kérem szépen, hogy hát Joker feláldozza magát, hogy Lex Luthor vissza eljusson abban a másik világban, ahol az általunk is meg szuperhősök tevékenykednek. Igen, Jester, pontosabban mondva. Didn't you just save? Csak tovább, hogy szarom memóriám, na, de visszatérve a film elemzésére. Egyébként a Lex Luthor érdesít az eredeti csapatot mégis mi a franc van a másik univerzummal, és közben meg ez játszik egy Space Invaders-szel. Na, tehát akkor igazából annyi a helyzet, hogy hát visszamennek akkor a rossz univerzumban, az alternatív világba, a teljes liga csapat kivéve Batman, mert ő úgy gondolja, hogy egészen nagy marhaság, és nem az ő dolguk. Természetesen a cselekményben később is aztán majd ő is meg fog jelenni. Are you saving again? Igen, megint mente posztál, haver. Na, tehát körülbelül ennyi egészen a története. Van abban egy fordulatok, csavarok, a gonosz Wonder Woman, illetve bogoly ember karakterhoz számolva le a kedvencem. Szimpatikusak voltak és ijesztőek számomra, és egész jó gondolatok is voltak. De a normális Igazság ligája csapatból meg számomra a legszimpatikusabb, akivel legjobban tudtam azonosulni, az nyilvánvalóan Batman, illetve még a Marsi fejvadász. Kb. Ugyanúgy eltévedve éreztem magad, mint maga a főszerep, mint maga a Marsi fejvadász is. Szerintem teljesen korrekt volt ez a film, egyik kedvenc DC animációs filmem, és tudom, hogy még többször meg fogom nézni, úgy, mint a Flashpointot is. Hát igen, jó meg lettek írva, de hát a motiváció. Hát az könyörgöm egy Malekit, egy Steppenwolf kategóriát, hát, hogy alig ér el, sőt nem is éri el. Hát igazából konkrétan Malekit, Ullman és a gonosz Wonder Woman, akinek elfelejtettem a nevét. Superwoman. A Superwomannek a motivációjához képest Malekit vagy Steppenwolf motiváció egy Thanoséval ér fel hozzájuk képest. Mi a céljuk? Elpusztítani a teljes multiverzumot, de hogy miért? Hát ezt próbálják ilyen sablonos összejel megmagyarázni. Hát igazából annyi, hogy az emberek rossz, aki kell írni őket mindenhonnan, minden alternatív világból. Így gondolkodik Wolfman. Oldman. Akkor úgy, Oldman. Nem baj. Hát ez már minden volt. Tudod mit? Macska ember. Na szóval arról van szó igazából, hogy igen, ennyi motiváció, elpusztja az egész emberiséget, mert hát egy multiverzumot. Mert az emberiség a része az egésznek, ennyi igazából kiírták mindegyiket, minden univerzumból. Nem sikerül. Igen, nem sikerül, és mert igazából ennyi az egész. Nekem tetszett a film, tetszett, hogy milyen könnyen magyaráztak a multiverzum a működése, meg hogy az alternatív valóságokban mégis, hogy milyen rengeteg alternatíva lehet a világok között. Illetve maga az animáció sem volt a gond igazából, jól nézett ki szerintem, jó voltak benne a zenék, karakterek is szerintem rendben voltak, de ezeket elmondtam, nekem annyira nem voltak nagy elvárásaim, és tényleg nem volt egy rossz film, nekem tetszett igazából. Így a film adok összességében egy 90%-ot, de igazából csak azért, mert hogy tényleg a gonosz a motivációja az lehetett volna kicsit bővebb is. Akár egy saját univerzum megteremtés, amiben ők a legfőbbek, és így nem kell kinyírni mindenkit a sajátjukon. Bár mondjuk arra is képesek. Ez már megtörtént. Ja, hát amúgy igen, uralják egész Amerikát, meg az egész Földet. Hát,
nem tudom, ez eléggé, hát jó, te véleményed szerintem egy kicsit túl pontosan, mert tényleg jó emlékszek a multiverzumot, ilyenek, nagyon sablonos, mindenféle valamiféle motiváció, mentes, inkompetens barmok, hogy, hogy jó, hát mondjuk tényleg a marsi fejvalászat, hát nem is motiváció, nem az helyzete? Érzelmi töltete, tényleg az rohadt jó volt. Adok rá egy 70%-ot, mert nem tartom a legjobb igazságvégája animációs filmnek, és még szerintem nekem egy, talán még egy picivel a film is jobban tetszett, most legalább valamivel több motivációja volt Steppenwolfnak, de az is úgy, hogy döntsd el most melyik, ez ilyen szélmalom harc a két kar, a, és hát a három karakternek a motivációi közt, ez egy ilyen szélmalom az. Ja, és Batman ügyes átverése a gonosz Flash, az kurva jó. Hát, igen, szóval, ja. No spoiler. No spoiler, igen. No spoiler, elbuknak. Hát, miért ne? Ez a dolguk a rosszon, hogy elbukjanak. Saját fosságaik által. Thanos is elbukott? Majd elfog, hogyha lesz még egy ilyen Thanos gonosz, hogyha újrakezdik egész MCU-t. Hát ja, azt abba kellett volna hagyni a végjátékkal. Na, de akkor térjünk rá az irány Pokeverzumra. Egy újabb animációs film. Tavaly legjobb animációs filmjének tartják, meg a legjobb filmnek egyben. Hát nem a legjobb Pókember filmnek, mondom, egy kurva jó animációs film, és egy egész jó, érzelmes, sok helyen humoros Pókember film. Nem a legjobb Pókember film, mert nem. No logika. Nem tudom, jó film, mert nem jó. Nem, mondom, hogy nagyon jó film, és az egyik kedvenc Pókember film, csak néhol már ez a nagyon színes animáció már hiába hozza sokszor képregények hangzatát, meg színét, meg stílusát, egyszerűen már annyira színes, meg sok, mintha bekokoztál volna, és egyszerűen fáj tőle a fejed. Úgyhogy ilyen fejfájást, mert hiába tetszett az a sok szerintes műeket, az a sok szín, az egyszerűen annyira fájdította a fejemet, mint amikor megnéztem a Mindörökké Batmant, és ott Rébusz meg két, az annyira idegesítően ripacs volt, hogy azoknál fájt így a fejem, és hadd mondjam végig! De tényleg, nekem tetszett, mert jó érzelmi töltete volt. Egy popsláger, ami szerintem úgy egy kicsit felesleges volt. Meg a... De tényleg ugye animált film, és a stop motionből vettek ihletet. És tényleg a kedvenc Pók karakterem. Jabba Miles Moralesről szól a film, nekem a kedvenc Pókember karakterem az az öreg, enyhén depresszív, pocakos Pókember, meg noir Pókember. Plusz, hát mondjam már végig. Szóval az anime póklány, Penny Parker, az nagyon idegesítő és feleslegesen van ott, de legalább neki is egy szép érzelmesen van lezárva a története. Mint pókmalacot, én imádom póksonkát, de tényleg, és egyszerűen ő ide annyira nem hiányzott, pedig imádom. Ok. 85%. Te jössz. Hát igazából nekem, hát igazából tudja... What? Ja, az annyit akarnak igazából mondani, hogy az a legjobb ebben az alkoholista Peter Parkerben, nem hogy... Nem alkoholista. Én annak nevezem. De nem az. Alkoholista például a Bro Thor, mert ezt is megtudtuk, hogy a Dagat Thornak az a neve, hogy Bro Thor. Azaz Thor tesó. Mi a szar? Szóval a... még a Thor Bobsky is jó. Úgyhogy nem, Dagi Peter Parker, vagy hát nem is Dagi, inkább pocakos Peter Parker, inkább egy kiöregedett loser pókember, mint egy alkoholista, mert egyáltalán nem ivott alkohol. Tudom, csak, na szóval arról van szó, hogy itt van ez a loser pókember, és hát lényegében neki még azt tetszett nagyon, hogy a magyar Deadpool hangján szól meg, ami csak hozzátett az egészhez. Hát, igen, meg ugye Chris Hemsworthnak is, ő a magyar hangja, mindjárt mondom a nevét. Ez nagyon nem fog eszembe jutni. Úgyhogy most rá is keresek. Hújjon a lag! Majd ki fogok lagolni. Tehát igazából csak annyi a történet, hogy van ez a fiatal, még nem pókember karakter, és úgy kezdődik el az egész történet, hogy lepisílik és elkezd táncolni. Hát ez kurva jó iszöleg a játékban.
Tehát, hogy így igazából rengetesen tevékenykedik, éli maga életét, új iskolába jár, csak hát jönnek a problémák, szerencsétlenkedik, és igazából... A tipikus pókember bajok. Megvan! Nagy Ervin volt a szinkron hangja a pocakos Peter Parkernek, és annyira jól hozta ez a karakter, ugye a sok poénja, hogy egy lájtosabb Deadpool hozta a szinkron, úgyhogy a kedvenc pókember. Az egész világ mindenségben a kedvenc pókemberem. Szegény, ész, vége. Szegény narancságás, pólós csávó ott állt egyedül, és bőszítette a halott tömeget, hogy jöjjenek utána. Na, fejössz. Tehát igazából csak élni maga Peter Parker-es életét, ha szabad fogalmaznom. Ő már is morál lesz. De ugye Peter Parker mert szerencsétlen az iskolában. Amúgy azt nem értem, hogy ugye Miles Morales lesz, ugye félig latin-amerikai, félig néges, ugye az nagybátyja, aki az apának vére, Aaron Davis. Akkor nem értem, miért az anyja nevét viseli, akkor már viselhetné azt a nevet, hogy Miles Morales Davis. Mert szóval... Marvel. Hagyjál már, nem, mert DC. Jó van, tehát akkor igazából élni Bruce Bane. Na, most már folytathatjuk, mert olyan érzésem van, hogyha ilyen bebaszós live kezdő közepén lennék. Hát elég sokat így becsém. Na szóval arról van szó igazából, hogy él az életét, csak hát hirtelen megkapja ezt a pókemberes képességet, mert a nagybácsikája elviszi egy olyan helyre, hogy nyugodtan lehetne graffitizni, és ott találkozni magával a pókkal is, és nyomjár egyébként megcsípi a pók, aztán utána meg hát megkapja ezt az erőt, alkalmazkodik hozzá minden. Aztán másnap, mikor visszamegy a helyre, biztos ilyen abban, hogy póke, hogy egy pók csípte meg, ott volt a hulla, a póknak a hulla, ezt jól megmondtad Márton, és hirtelen hall nagy zajokat. És észreveszi, hogy a pókember harcol valaki ellen egy hatalmas nagy gépezet kellős közepénél. Majd aztán kiderül, hogy egész az a nagy gépezet igazából ilyen dimenziók vagy univerzumok közötti átjáró akar lenni, és maga Kingpin, vagy a vezérjáját tesz az egészet igazából. Aki szélesebb, mint egy 16 ajtós szekrény, és annyira jó motivációja van, az univerzumból akar valakit visszahozni, de egyszerűbb lenne egy My grandmother could beat the game if she saved as much as you do. Így van, nagyanyám, hamar végigjátszasz a játékot. Hey, watch it! Na, olyan művén sem mondott posztál, haver. Na, tehát akkor igen, igazából nincsen gondok a karakterekkel, tehát rátalál erre az pultára, aztán Kingpin lényegében kinyírja az új, vagyis az ottani Peter Parkert, néged nem mondja azt, hogy ezt az eszközt meg kell semmisíteni, mert nagyon rossz vége lesz ennek az egésznek. Ez így is lesz, rengeteg alternatív pókember érkezik más világokból, és hát lényegében összefognak és megállítják ezt az egész menetet. Igazából egésznek ennyi az egésznek a története. Örvend, hogy nem csak hogy megállítsák és ezzel megmentsék a földet, de hogy vissza is tudjanak jutni a saját világukba. Pontosan, mert ők is lényegében véletlenül jöttek ide. Ezt magyarázza el mindegy, minden egyes pókember verzió. És May néni bedesz. Hát, igen. Az 5 perc, ha még annyit szerepel... Didn't you just save? Bedesz. Hát, egyértelmű. Hát amikor nem tudom kit a sírkőt pofán vágja egy baseball ütővel megmondja, hogy na a házba bunyózzanak, hát ez valami kurva nagy. Igazából talán ő a kedvenc karakter. Na, definitely need more of that. Vicce tényleg jó volt a karakter, karizmatikus volt. Ilyet még nem láttam. És kb. Ennyi akkor az egész. Még akkor mit is szeretnék mondani? Megérdemelt az Oscar. Hát igen, megérdemelte, bár én rohadtul nem tudom, hogy miért kapott jegyet. Miért kapott is Oscar, és rohadtul nem vágom. Hát mert a legjobb animációs filme története, rendezése, zene, jó, vágás, jó. Bla bla bla, értem. Szinkron, és körülbelül nem volt semmi ellenfele. Azért. Hát csak igen. Ezért. Jó, igen. Hát mondjuk, ha jába jött volna ki mondjuk egy Toy Story 4, akkor szerintem akkor is amúgy a pókember nyert volna, mert tényleg nagyon ott van. Jó van, rendben van. Biztosan akartam amit mondani, csak lehet, hogy kifejtettem. Lényeg, hogy a film nagyon tetszett nekem, és az is tetszett, hogy a többi pókember is bemutathattuk, és szerintem a többiekkel se volt baj. Én mindenkit tudtam szimpatizálni, de az sem lehet, hogy elve elég ilyen lazán ültem be az egész, hogy esünk túl, aztán így teljesen keresen csalódtam az egészre. Mondjuk meg tudom, hogy ez a film lehet olyan jó, hát igazából mondom, a története nincsen baj, és igazából minden korosztálynak szól, és a dráma is jól meg van benne csinálva. És ahogy mondta Noir Pókember, hát ez egy bitangó eredet történet.
Nos hát igen, de tényleg nekem nagyon tetszett a film. Nagy negatívumok nincsenek, engednék a látvány se zavart igazából. Engem se, csak néha nagyon sok volt belőle. Kár moziban nem láttam, de mivel te panaszkodtál látvány, hogy lehetséges, hogy én beültem volna a moziba, akkor kifolytak volna a szemeim az orromon keresztül. Nem panaszkodtam, mondom, néha! Jó! Néha! Jó, nyugi! Rossz. Mert néha túlták a hát, néha! Jó, rendben, nyugi! Na, szóval... Néha! Rendben volt ez a film szerintem. És igazából nem is tudok rá rosszat mondani, így muszáj százalékot megaldom rá. No! Néha! És akkor egy olyan két pókember film, itt lényegében arról van szó, hogy itt jön 2002-ben, és akkor itt van az a Sam Raimi, vagy Remi, mindenki nevezze úgy, ahogy akarja, igen. És hát jött ez a pókember trilógia, és ennek az első két részét láthattuk. Igazából én az első részt gyerekként láttam, csak sok dolgra nem emlékeztem. Ben bácsi halál például emlékeztem, meg arra is, hogy amikor... Meg hol benne, Ben bácsi? Hát miért nem mondtad? Hát jaj, most mi lesz? Fú... Hát én csak a hozzatérőt látom, és úgy nem is tudtam, hogy egyáltalán létezik, hát most mi van itt? Hát igen. Szóval visszatértél. Mindenki meghal, akinek meg kell. Még az is, akinek meg kell. És a nagy erő nagy felelősséggel jár, ezt ne felejtsétek el, gyerekek! És a Márton szerint ez egy poén, pedig ha jobban belegondolunk, ez egy tökre király gondolatmenet. Én ezt... Úgyhogy Marci ezt, amikor ezt meghallotta, mosolygott és elkezdett nevetni, mint a poénra bomnál hát, föl, de hát, nem az. Én tudom, hogy ez nem poén, csak rengetegszer hallani ezt más filmekben, könyvekben, és már senki sem veszi komolyan, és én is ehhez ragaszkodtam, mert csak akinek megszoktam. Van szíve. Akinek van szíve, az érti. Neked nincs szíve. You are a robot. Jó, hát nem, nincs szíve, mert a vira elején összevertem egy kutyát a lábammal. Jól van, tehát igazából csak annyi van, hogy itt is olyan a tipikus eredet történet, Peter Parker szerencsétlenkedik, és körülbelül ennyi. Majd találkozik a pókkal is, és eléggé ijesztő könyv között, de megcsípi aztán lényegében, és megkapja ezt az erőt, és hát ő is megtanulja az egészet, és alkalmazza is. Eközben meg ott van ez a karakter, a zöld manó, akinek elfelejtettem az rendes emberi nevét. Olyan Osmoreszt, hogy lehet elfelejteni? Mert Osmoreszt azért. Szóval... Látod? Még a nevére sem emlékszem. Hiába mondtad el nekem. Norman, úgy nevezem. Oké? Osmoreszt. Osmoreszt. Na, remélem el tudod röhögni. Még a gép is kifagyott, mert ő is röhög ezen. Tehát arról van szó igazából, hogy... kirúgják a munkahelyéről, pedig ő minden megtett érte, hogy jó hely legyen. Vagyis el akarják bocsájtani, de ez neki rohadtul nem tetszik. El akarják adni a céget. Igen. A cégét, amit ő épített. És őt el akarják onnan küldeni a francba, mert ők gondolják, hogy veszélyt jelentő erre. Nem, az egészre. Pontosan. És... Látod, nagyon tetszett a film, és annyira nem emlékszem. Mert az a baj, hogy... nagyon közönségbarát film, és nagyon... Közönségbarát, azért eléggé sok ilyen horror elem van benne. Mert akkoriban még az emberek nem paráztak be ettől. Most már igen. Akkoriban még jobban ráparáztak az emberek. Igen. Akkoriban nem volt annyira sok szar horror. Hát igen. Amikor jumpscare-ekre épít. Abban ebben a filmben is vannak jumpscare-ek amúgy. És jól használja ki a film. Nem tudom, engem irritált az első után. De azért úgy beszartam, mint a... macska, ami ott van, nem? Ja, nagyon be vannak ezek szarva. Anya azt be vannak szarva, hogy sétálni tudnak csak. Jó van. De látod, hogy sétálnak, mint a belenének szarva. Na, szóval, igen. Menj már, macskám! Na. Akkor még mit mondhatnénk el erről a filmről, tehát a koloszkéve szerintem jól nézett ki, ugye megátszorolta időnkül a CGI-t, de szerintem... Beszélni, hogy az elfogadtam, egy 2002-ről van szó. Danny Elfmannek a zenéivel sincsenek gondjaim szerintem. Teljesen korrektek. Legalább annyi ikonikus, ami mondjuk a Batman esetében. Hát ez egy kicsit fura, hogy jobb, hogy valószínűleg, hogy korrektek, de nagyszerű. Igen. Én a kettőt ugyanaknak értelmezem. Akkor, hogy lefordítsam a Mártonnak. Jók a zenék, de van a fő téma, ami kiemelkedik. Pontosan. És igazából még amit elmondhatnák a filmben, az a dráma. Tehát, hogy a filmben vannak drámák, már természetesen érzelmesebb jelenet. Csak az a gond, hogy ezek kicsit szerintem meg vannak túlozva. A másik rész házének ezeket ki tudta javítani szerintem. Meg hogy...
Peter épp, hogy megcsíp egy fók, nem sokkal később már elballag, leírja egy cségizet, de nem sokkal később meg már ősz van. Hiába két órás a film, és jó, persze, Peter, vagyis hát pókembert megismerik az emberek, what's that awful stench? Did someone slaughter a goat in here? No, seriously, I want to know. Majdnem fél év, jó, annyi nem, de 5 hónap. Hát, légy az idő nagyon gyorsan telik el a filmben, és ez sajnos nézően nem tudatja. Hiába van meg mindenki. That stuff really works. Elég hamar üvesnek a gyász. Körülbelül a halála után, mi első 10 perc. Hú, de drámai, és így utána meg így what, what, Ben bácsi, mi a hát igen. És nagy gondolok nincsenek ez a filmet, csak annyira van némi logikai baki ez. Egyértelmű, meg hogy a film nem unalmas, ez tény, csak néhány úgy érzem, hogy kicsit ismételgetni magát. Tehát olyan dolgokra sütlenül, amit már korábban láthattunk, vagy van hasonló. Például. Hát például a jumpscare-ek. Hát de mindegyik jumpscare más. Nem érdekel, ugyanúgy szarok. Na és akkor beszéljünk, hogyan jött létre a gonosz. Szimplán létrehoz egy olyan szélmódot, ami miatt erősebbé tud válni. Sajnos ez azzal járt együtt, hogy, hogy az elméjegység megbomlod, és két személyiség lesz igazából. És a zöld manó. Lényegében... Értjük, posztál haver, jól van. Tehát igazából arról van szó, hogy tehát bomlott elméje lesz, és ezek után lényegében neki áll bűnösködni, és ráveszi... Are you storing cadavers in here? Someone light a match. Hát wait, igen. Bad idea. Úgyhogy, úgyhogy igazából motiváció az, hogy te egy bosszú teljesen hatalmat szerezzen. Ez nem azért van, mert hú, ennyien sablos a karakter, mert nem. A színész játék, azt a rohadt, de rohadt jó. És tényleg, nagyon ijesztő az elborult másik tudata a Normannek. Pontosan, pontosan. És ezt teszi őt annyira kiszámíthatatlanná, és gonoszá, és beleszi, és egy ikonikussá. És ikonikussá. És a jelmet is teljesen jó szerintem. Ahogy a pókemberé. És amúgy sokan kibuktak amúgy az én. Hiába tartják sokan az egyik legjobb pókember ruhának, meg nagyon jónak a karakter, mint pókember ugye van ott. Azért mint pókember jelmezén volt azért anul nem is olyan hatalmas, de egy kisebb tömeg, aki nem szerette a ruhát, pedig szerint egész fantasztikus. De amúgy zöld manón elég sokan kibuktak, de rájöttek, hogy ez a kinézet csak a film javát szolgál. Hát igen, szóval nekem tetszett a film, és igazából vannak hibái, ez tény, de abszolút élvezhető egy film a mai napig szerintem. Szóval így a film azok összességében egy ilyen 80%-ot, és csak azért adtam neki első megnézés közt 100-at, mert az mert elég új élmény volt, de egy utólag belegondolva, talán az a pontszám eléggé nagy volt. 80. Neked is? Jó. Nem. Oh. Neked is 80. Tehát akkor micsoda a fordulat? Oké, okay, akkor beszéljünk. A második Pókember film, ami konkrétan ma így reggel néztem meg. Igazából ott kezdődik, ahol az előző véget ért, tehát film végén... Csak eltelt két év. Igen, eltelt két év, hát ez egyértelmű, csak ez rohadtul nem érződik a filmen, mert itt az időugrás az elég furcsa van a megoldva szerintem. Tehát, ja, eltelt igazából két év, és körülbelül annyi a helyzet. J. Jonah Jamesonról nem beszéltünk. Na mindegy, majd itt. Jól van, rendben van. Csak megvan betöltse. Ja igen, ne felé mondani J. Jonah Jamesont. What the farts? Fantasztikus. Fantasztikus. Egyszerűen imádom ezt a cinikus, szarkasztikus barmot, aki azt jártja be Pókembert rossznak, mert így többet tud keresni fel, szóval így fogalmaznom. Igazából vele nincsenek is gondjaim, az egyik legszórakoztató karakter és legirritálóbbak egyike. Tényleg jók a beszólásai, maga a színészi játék is teljesen jó hozzá. J.K. Simmons azért tud. Ezért tartom őt is egy rohadtja, vagy Alfrednak, Gordonnak, és én többet akartam volna belőle látni egy Batman filmben Ben Affleckkel. Na. Kapja be a Warner. Szóval tényleg teljesen jó volt a karakter szerintem. Nem a sok képregényeket sajnálatos módon, és abban is biztos vagyok benne, hogy Peter Parker már a film előtt is rendelkezett organikus kilövéssel. Csak így láthatjuk először a filmben ezt. Nem, azt hiszem ez most a képregényekben van az új, és azt hiszem ez nem is tartozik, azt hiszem el is múlt neki.
Ugye Sam Raimi azért találta ki ezt az organikus hálólövést, mert ugye hiába Peter okos, ez egy több millió dolláros kütyüt ő maga otthon csóróként összehozni azért. Na. Szóval ez mondanánk viszonylag reális a megoldás, de ugyanúgy nem. De szerintem ugye ez így kurva menő, mint hogy valamit szerkentőből lövik. Ez, hát, ezt sajnálom, hogy Pókember nem itt találták ki eredetileg, hogy a csuklójából lövi. Hát igen, kb. Ennyi. Tehát, szóval akkor igen, az első rész nagyon jó volt, és a kasszáknál sem jöttem eléggé jó teljesített, nem igaz? És kb. Ennyi. 2004-ben meg természetesen jött akkor egyből a folytatás, ami sokan jobbnak tartanak. Én konkrétan a legjobb Pókember filmnek. Na. És a kedvenc Pókember, gonoszommal, várok a színészi játék, és a karakternek a személyisége, az előadás módja, a szövegei, mind kurvára jó. Hát egyértelműen Octavius. Nem, Pókember. Pókember, igen. Meg csak egy, hogyha beszéd a gonosz, akkor miért ne hozzuk fel akkor őt. Teljesen rendben van a karaktere igazából. Igen. Igen, teljesen rendben van ő igazából. Karizmatikus, jó humorérzéke, jó gondolkodik, teljesen szerethető, szimpatikus személy volt a néző számára. Csak mikor jött az biztos előadás, amikor egy új eszközt akar bemutatni, az új talányát akar bemutatni, amivel egy új dolgot tudod volna megteremteni. Ezt a, hát nem is tudom mit, mikrofúziós akármit, amiből létezik hidegfúziós eszközt, amiből létezik ez a mesterséges nap. Utána egy nagy katasztrófa történik, és ez az eszköz lényegében elveszíti maga fel a kontrollt, és ez egy ilyen robbanásra vezeti az egész helyzetet, és ez természetesen Octavusnak a sorsát megpecsételi, lényegében megszületik ebből Dr. Octopus. Lényeg annyi, hogy a idegrendszerhez, vagy agyához hozzá egy kötve négy ilyen extra végtag, és ezeket tudna megkönnyíteni a dolgát. A gond, hogy a robbanás után ez az eszköz, ami hozzácsatlakozhatja az agyához, ezt az egész végtagrendszert, ez megöjtette őt igazából, és neki is kialakult. Úgyhogy elvesztette a feleségét. Így van. A szemszáj már láttára. Úgyhogy... Igen. Valamennyire ez miatt okolja, ez miatt lesz igazából Pókember az ellenség, és valamilyen szinten, mert őt okolja az, mert nem mentette meg őt igazából. Szóval visszatérve, tehát őnek is ilyen bomlott emélyet, neki is két személyisége lesz, csak az ő bomlott emélyet nem hallhatjuk, csak láthatjuk, hogy a műpék tagjai kommunikálnak vele. Egy személyisége van, csak az elméje inkább nem megbomlott, hanem úgy, hogy... Úgy változott meg. Úgy van szerkezetileg, hogy egyelme, csak nem tudjuk, hogy ez az őrültség, vagy mit tudom én, ez a depresszív ellenyésző másodlagos tudat, vagy hogy mondjam, akkor veszi át a hatalma. Nem az, hogy kikapcsol a másik lénye Octaviusnak, hanem egyszerűen az kerül fölénybe, de a másik lénye ugyanúgy ott van. Igen, ez főleg a film végénél látható. Szóval vele nem volt a nagy gondjaink, de lényegében nem ő rajta van a fő hangsúly, hanem inkább Peter Parkernek a magánéletén. Lényegében mind pókemberként, mind pedig mint személy, emberi személyként szerencsétlenkedik. Folyton rosszabbra sikerülnek a napjai, kirúlják a munkahelyéről. Bocs haver, azt hittem, hogy a sorozatgyilkos, meg van egy gyilkos, hogy rátámad a játékosra, mindenféle ok nélkül. Tehát arról van szó igazából, hogy folyamatosan veszíti a helyzetében, a munkahelyéről kirúgják. Akkor még mi van, női ismerősei, na mi az már, akkor milyen csajszi, tehát Mary Jane-nel sem tartsa már jól a kapcsolatot, folyton rosszul időzi, mindenről elkésik szegény, nagyon rosszul éri az életét lényegében, és ez addig feszül lényegében, míg végül aztán elhatároz azt, hogy lemond erről a pókember szerep, és elkezdi normálisan élni az életét. Azért, mert elkezdi veszteni a képességeit. Pont, hát igen, úgy is mondhatnánk, de ez kiderül igazából azért van, mert mikor beszél az otthon, a helyi egyetemnek az orvosával lényegében elmondja neki igazából, hogy valami problémája van a lelkével, vagy ami hasonló, hogy nem tudja magát annyi összeszedni, stb. És... Ez egy közhelyes szöveg, annyi a lényeg, hogy ez úgy kell elkezdeni, de megfázás. Szóval Peternek állandó megfázása van, és ez a pókember lénye, és ugye megfázás is elmúlik. Nem, rosszul mondtam. Ugye Peter egészséges, és akkor van a pókember, és így a van, hogy úgymond abból marad a képesség, és akkor az úgy kell kérni, hogy megfázás. Szóval időről időre előbb bújhat, és igen, lehet ez lelki szellemi okokból. De lehet akár egészségügyi. Erre, hogy konkrét választ nem kapunk.
És úgy igazából ennyi az egész film. A dráma jobban el van itt állva, a humorból is itt kevesebb van, a film is látványosabb igazából. A dialógus is szerintem rendben vannak, illetve Peter meg az ő barátja közötti lévő dráma is így jobban ki van bontakva, az a film igazából rájön, hogy mégis ki valójában Pókember, és arra is rá fog jönni, hogy mégis ki is oldoz, aki megölteni egy gépben az apját. De nem ölte meg. Hát... Nem ölte meg. Nem ölte meg technikailag sem, és sem átvitt értelemben sem. Önmagát ölte meg a csávó. Pontosan, pontosan. És köszönjük, hogy spoilereztünk az első részben, akkor nem akartam. Ugyan már, ez a film mindenki látta szerintem. Na de akkor... Biztos? Mert szerintem az újszülött csecsemő még nem. Hú, hát bocsánat kis Pistike, akit most született meg. De Jani a neve. Akkor Jani. Tehát igazából szerintem ugyanolyan jó, mint az előző rész, csak annyi, hogy ez kicsit drámaibb és személyesebb volt. A filmre ugyanolyan 80%-ot adok. Nálam az első rész 80. Ez... 93, mert a legjobb pókember a világon. Mármint filmbe, mert a karakter szerintem Tom Holland hozta jobban. Viszont a kedvenc ruhám az a csodálatos pókember reggala. Viszont a két kedvenc pókember gondoszom meg Octavius és Kösség. Ja, legjobb pókember film. Hát igen, teljesen jó volt szerintem. És jelenleg most kifordulunk az ötletekből. Maybe. Hello. Yeah. I'd like to make a deposit. No, I mean I'm $60. Are you on crack? Zenei soundtrack-et, ilyesmiket hallgatunk, vagy a zenei filmbeli soundtrack-et szkórokat hallgatunk. Great. You're welcome. Most nagyon rákaptam, yeah. Hello. Hi there. A fon zenékre, egyes film az készült fon zenékre, fon előzetesekre, valamint Hans Zimmer zenéjére, abból is leginkább a zseniális Rush-nak a This is a stick up! Don't move and you won't get hurt! A filmben gondolkodom a Rush-nak a Igen, itt van a nyelven hegyén. Hú, de szaggatunk! Azt a... Jó! Jó játék! Szeretem a Postal 2-t! Na! Jó van, ameddig Tamás... Rocky is te! Szerintem... Van nagyon jó, hogy a belső rész. És egy kicsit van állva. Van állva Creed, Rocky Balboa, Creed 2, aztán a Rocky... 2-3. Már nem, elcsasztam. Kihagytam a Creed 2-t, vagy azt mondtam? Szerintem nem mondtad, de én csak egy hátékről összpontosítom most jelenleg. Akkor na, Creed, Rocky Balboa, Creed 2, Rocky 2-3-4, és utolsó helyen a elég gyenge Rocky 5. Mit tudok elmondani a Rocky Balboáról? Méltó! Feltámadása a karakternek, még majdnem méltó befejezésben tudjuk, hogy még visszatér. Ugye a Creed 2-ben. De tényleg is, ez tényleg már inkább egy dráma és másodlagosan sportdráma és sportfilm. És tényleg, tehát abban van egy nagyon ikonikus, hogy is mondja, milyen mondat, mi az a szöveg, a motivációs beszéd, de az ikonikus motivációs beszéd, ugye a szivárvány, az élet, a pofonok, ugye az valami ezt képest, és azt mindenkinek meg kéne hallgatnia minden nap. Úgyhogy tényleg az nálam egy jó 87%-os. No, Márkon. Valami? Hát éppen az a gond, hogy elméletileg nekem most haza kellett volna jutnom a script szerint, csak megnézem most mégis mit nem végeztem el. Nem vásároltam be a tejet? Hát ez nagyszerű. Itt van a szaros. Na, jó. Oké, akkor semmit tényleg már csak haza... Miért szaros? Imádom a tejet, főleg a teljes kávét, meg a kakaót. Köszönjük ezt az információt, Tamás, most meg nem fogok... Főleg a tejfölös tésztát. Én meg a natúr joghurtot. Na, szóval köszönjük az információkat. Köszönjük az információkat, Tamás, most nem fogok hülyén meghalni. Na, jó van. Miért hajoltál le? Csak is ezért. Haha. Nagyon gonosz vagy velem. Hogy legyek így a barátod? Hát igen. A lányt kellett volna lepisilni.
Köszönjük, Tamás, köszönjük. Úgy érzem, hogy ide lenne akkor ennek a videónak véget vetni. Nem kéne annyit innod. Elég egy összecsapott videó volt ez, de ez így csak úgy hirtelen jött, és hát ez az egész én ötletem volt, szóval így bocsánat, hogyha valakinek most okoztunk... Bocsánat, hogy okoztunk valakinek esetleg agykárosodása, valaki ezt a videót még nézi és eljutott idáig. Szóval én akkor búcsúzok, én Márton vagy a Retroboy, és mellettem itt volt Tamás. Sziasztok! Várjál! Ez a videó olyan, mint a kör. Megnézed is meghalsz.